Kedves nézők, ahogy már az évszámot említettem, a korábbiakban Berlin 1930-as évek, Schneider kisasszony panziója a helyszín, táncos lányokkal, gyönyörökkel. Ide érkezik Amerikából egy fiatal író, és rögtön szerelmes lesz. Indul az izgalmas, szerelmes történet nagy-nagy fordulatokkal. Kabaré, a világhírű musical a Turay Ida Színházban. Stábunk természetesen ott volt a bemutatón. Szalai Zsolt, szerkesztőriporter, Horváth Gábor vezetőoperatőr és Mészáros Viktor kameraman. A kabaré összeállítást pedig Gerstenben Zsuzsi készítette. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Welcome, bienvenue, welcome. In cabaret, oh cabaret, choc cabaret. Meine Damen und Herren! A kabaré ennek a musicals színházi műfajnak egy klasszikusát. Ugye a Broadway-on 40 évvel ezelőtt mutatták be, nagyjából 35 éve ismerjük a Liza Minnelli főszereplésével a filmet, amit az ember ugye az életében elég sokszor látott, én magam is. Ugye ez több színház, nagy színpadok műsorra tűzték, és hát egy isten kísértésnek tűnt, hogy ezt egy kis színházban, itt a Turay Ida Színházban műsorra tűzték, és amikor Darvas Ilona igazgató asszony megkeresett ezzel az ötlettel, aminek persze nagyon örültem, mert hát én imádom ezeket a zenés darabokat, és hát persze főleg egy klasszikus, akin rögtön elcsodálkoztam azon, hogy ezt hogy fogjuk tudni egy kis színpadon megoldani. Természetesen újra néztem a filmet, újra néztem az összes, tudom én, amerikai és európai 8-10 kabaré előadást videón, és gyakorlatilag én azt találtam ki, és ugye a díszlettervező maga az igazgató asszony, és ezelőtt legteljesebb mértékben egyetértett, hogy csináljunk egy olyan játékteret, ahol nincs színváltás, tehát egy olyan több funkciós, egy ilyen vas elemekből építkező és feldíszített színpadot, ahol fönt is, lent is szobák, ugye itt egy fogadóról van szó. Én még azt is összevontam, hogy a fogadó és maga a kabaré, ami sok kilométerrel egymástól távol van az eredeti műben, ezt is összevontuk, tehát a kabaré az ennek a fogadónak a játéktere. Mindenki ismer mindenkit, mindenki ismeri a másiknak az élettörténetét. És így meg tudtuk oldani azt, ez egy kicsit filmes megoldás, hogy a különböző jeleneteknél soha nem csináltunk sötétet, és aztán a forgó majd beáll, főleg nem húztuk össze a függönyt, hanem a jeleneteket összemontíroztuk, tehát átúsztattuk a jeleneteket egyiket a másikba, és azt gondolom, hogy ez egy ügyes díszlet kialakításnak a segítségével sikerült. Ezen nem csak a színváltozások problémáját tudtuk megoldani, hanem sokkal pergőbbé tudtuk tenni. Én Európát nem csavargom át, mert délre hosszú, éjszakra meg tág, mert sok férfiból áll nekem a világ. Mein Herr, olyanok, ilyenek, távolabb, közelebb, csak férfiak. Magányra
Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy eljátszhattam ezt a szerepet. Azt gondolom, hogy Sally Bowes minden színésznő álma, minden zenés színésznő álma, és nagyon hálás vagyok Darvas Ilonának, hogy elővette ezt a darabot, és hogy rám gondolt, mint főszereplő. Egy nagyon izgalmas próba folyamaton vagyunk túl, nem volt túl sok időnk, 4 hét alatt dobtunk össze, úgymond egy musicalt, táncpróbával, énekorrepetícióval, komoly prózai jelenetekkel együtt, viszont ez csak és kizárólag azért sikerült, mert talán mondhatjuk a hatalmas a mai premier után, hogy tényleg egy nagyon-nagyon jó előadás sikerült, mert egy olyan csapat gyűlt itt össze, olyan kollégák, akik itt állnak mellettem, és fönt vannak éppen és buliznak. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy ennek a csapatnak a részese lehetek, és tényleg, hogy olyan pillanatok születnek a színpadon, amik ritkák, vagy legalábbis nekem nagyon ritkán volt részem ilyesmiben. És még egy csodálatos dolog van benne, hogy édesanyámmal, Hüvösvölgyi Ildikóval együtt játszhatunk, és nekünk ez volt az igazi kőszínházi első közös bemutatónk, úgyhogy ez tényleg egy ilyen ajándék az élettől. Körte? Nem, körtét múlt szerdán hozott. Alma? Almát pénteken hozott. Almát pénteken hoztam. Igen. Nem tudom kitalálni. Ki nyissa ki? Schulz úr, hát ezt nem fogadhatom el. Nem, ez olyan különleges, olyan drága dolog, olyan luxuriőz. Istenem, nem szabad többi ananászt hoznia nekem, nem illik, nem. Ez olyan dolog, amit egy fiatal ember ajándékoz a szerelmének. Ja Istenem, egészen belepirultam. Nincs senki egész Berlinben, aki jobban megérdemelné ezt, mint ön. Én, ha tehetném, a szobáját teleraknám ananásszal. Én soha nem gondoltam volna, hogy valaha is a Schneider kisasszonyt eljátszom. A kabarit nagyon szerettem, de amíg a lányom nem lett színésznő, és nem jöttem rá, hogy ez neki nagyon való, addig ez tulajdonképpen nekem egy ilyen csoda volt a Liza Minnellivel, és aztán egyszer csak belecsöppentem. És rájöttem, hogy ez nagyon-nagyon izgalmas darab, és nagyon jó szerepek. Mindegyik egytől egyik. De mondjuk a miénk az aztán egészen rendkívül, ugye, mert hogy van egy darab, amiben végre a mi korunknak is megfelelő szerepek vannak, igen, és jó szerepek, amiben humor van, tragédia van, mindenféle húrokat meg lehet. Elhangzik az a szó, hogy házasság. Hát milyen gyönyörű az a dal, hogy tényleg, ugye, hogy csak aki párban él, többé már nem fél. Hogy ketten kell együtt harcolni az életet, és ők szeretnék is, csak valahogy nem sikerül. Mert egy kedves lény van az űrhelyén, úgy hívják mindezt, úgy hívják mindezt, hogy azt hiszem, hogy a világ az folyton változik. Azt érezzük a mindennapokban. És ez a darab, ez pedig pontosan arról szól, hogy amikor a kis emberek, meg a nagyobb emberek kapcsolatba kerülnek a történelemmel, akkor ezt hogyan lehet túlélni, megélni, átélni. Ez egy tanulságos dolog, és amíg én szerintem színházak lesznek, ez a darab már egy élő klasszikus musical, azt mondjuk, de sokkal több ennél. Nagyon jó a szövegkönyve, és a muzsika annyira segíti azt a mondani valót, hogy próbáljunk meg embernek megmaradni, esetleg még ilyen, pont te mondod, ugye, hogy én
mert azért te, a te szereped, ugye az egy nagy túlélő. El is mondod, hogy én nekem akkor is lesz, hogyha kommunisták lesznek, akkor, megy hogyha tovább megy tovább az életünk. De hogy hogyan, természetesen, az enyém is pont ezt mondja, hogy semmi, majd elmúlik. Csak hát nem mindenki tudja, és lehet nem csak lelkileg, hanem fizikailag túlélni dolgokat. És annak ellenére, hogy ez egy nagyon gondolatébresztő és elgondolkodtató darab, de tele van humorral, és az életünk ilyen. A tragédia az vonzza magával a humort is. És ennek ez egy nagyon nagyszerű példája ez a darab, és remélem, hogy ezt az előadást éppen ezért is érdemes majd megnézni. Bűvaj, bűvaj, mit lehet rámondani? Egy bűvaj, bűvaj, ámult a karokonak ez a kisbaba. Milyen szép! Piskót a reklámot beillenék. Bűvaj, bűvaj, mit tagadjam? Egyszerűen bűvaj, bűvaj, hogy is tudtak protikálni egy ilyen szép csecsemőt? Két ilyen csúfság, mint ők! Az én szerepem a kabaréban Koszt kisasszony, amit bevallom, és most lehet, hogy Ilona ne ülj meg. Én ezt kértem az Ilonát, hogy ne rám ossza. Én mondtam, hogy boldogan bevállalok egy asszisztensé. Én nagyon szeretem ezt a zenei világot, meg ezt a darabot. De én úgy gondoltam, hogy ezt egy 30-as, max. Épp 40 éves nőnek kell játszani. Jó. Elvállaltam, tehát innentől kezdve ezt magam mögött hagytam, és akkor azt gondoltam, hogy ezt magamból, és hogy egy olyan nő, aki igazából túl van a férfiakon, de belekerült egy örvénybe, és tök mindegy, akkor igyekszik jól kinézni, odapakolja magát, de túl van már rég a férfiakon, ismeri őket, és már nem tud mit tenni. Az egyetlen, néha kicsit pofátlan, néha szemtelen, de ez kell az ő túléléséhez. Clifford, jó éjszakát! De miért ilyen korán? Hát azt ígérte, hogy velünk... Ez a társaság nem nekem való. Ahogy gondolja, Ludwig úr. Kisasszony, mi régóta ismerjük egymást. Sok lakót küldtem magának, de úgy látszik, hogy nem mindegyiket ismerem eléggé. Ezért hadd tanácsolom, gondolja meg, hogy mit csinál. Ez a házasság nem okos dolog. Remélem, ért engem. A maga érdekében mondom. Mi a kifogása? Schulz úr ellen. Ő nem német. De hát itt született. Lehet. De zsidó. Én az Ernst Ludwig szerepét játszom, és nagyon örülök, hogy kaptam végre egy olyan szerepet, ami hát idáig ebben a színházban teljes mértékben elkerült, tehát úgymond a negatív karakter vagyok a darabban, de közben mégis próbáltam úgy, hogy ne ez legyen a lényeg, hanem hogy neki csak ő követ egy ideológiát, amit ő nem gondol szerintem rossznak. Tehát ő ezt gondolja, és akkor mindenki más pedig nem jól gondolja, aki ezzel nem ért egyet. És így is próbáltam az első felvonásban, hogy ez azért, hogy ne gondolják akár, hogy ez ki lesz. Tehát nem akartam előrevetíteni azt, hogy ő ki és hogy honnan jött, hanem hogy egy jó fej figura, a Mártont, ugye, aki a Cliffordot játsza, aztán kiderül, hogy igazából ki is használja sok értelemben, és hát tényleg sok lehetőség volt benne, és hát remélem sikerült is úgy az alakításom ebben a szerepben, hogy a nézők esetleg, még aki ismeri is, lehet, hogy meglepődött. Hatalmas hír! Végre egyszer én is kaphatok jó hírt. Kíváncsi vagyok, ki találják-e, mi az a jó hír. Tessék?
hogy leszállították a hús árát. Sokkal jobb hír. Tessék! Kitört az általános világméretű megértés és szeretet. Hogy minden fegyvert elpusztítottak és minden katonát leszereltek. Sokkal jobb. Hogy azattól mindig minden program jó lesz, és önök mindig jól fognak szórakozni. Azért lehetetlen, ne kívánjanak. A jó hír az, visszatérkezünk, Sally Boys! Szó esett szerepálmokról, meg minden. Állítólag egy színésznek nem szabad elmondania soha, mert akkor nem fog beteljesülni. Én nem mondtam el, de kettő volt, és a másodikat ma este játszottam el. Szerencsés vagyok. Valószínűleg. Hogy mi az üzenete? Én erről színészként nem szeretnék beszélni. Jöjjenek el, mindenki jöjjön is nézze meg. Csörren a pénz, úgy cseng, mint a dal, úgy cseng, mint a dal, úgy cseng, mint a dal. Csörren a pénz, oly édes az aj, és nincs itt semmi baj. Miért lenne Money. Elkezdtem dolgozni a Turaida színházban tavaly beugrások garmadájával, aztán mesék tömkelegével. Mondjuk azt, hogy 2-2, ez pont 4. És most megtalált engem szintén Darvasi Ilona felkérésére és Koltai Gábor bólintására. Ez a szerep, Clifford Bracho, nekem ez egy izgalmas dolog, mert folyton azt kérdezik tőlem, amikor egy ilyen, hogy mondjam, olyan emblematikusabb történettel szembenézek, hogy hát ugye, ez biztos, hogy neked ez volt a szerepem. Nem. Én sokkal hamarabb hallottam már azt, hogy akinek szerepálma van, az eleve hülye. Tehát én a szerepálomban nem hiszek. Én ezt megtaláltam most, vagy ez a szerep inkább megtalált engem, és sokat lamentáltam rajta, sokat dolgoztam rajta, sokat boltoltam saját magammal, hogy ezt hogyan tudom összerakni, és hát azért nem utolsó sorban Sally Bowes kisasszonnyal, és egyébként konferenci úrral, akik ugye Kisfaludi Zsófia és Cservenák Vilmos, nagyon sokat agyaltunk azon, hogy hogyan tudjuk ezt egy olyan történetté varázsolni, ami egyrészt egy mese, másrészt pedig nagyon szomorú valóság. A matrac oly széles, könnyen féli el, de ha összehúzódunk, akkor nincs semmi fáj. Két nővel, két nővel, nekem nem kell több semmi. Ennek a színháznak hagyományos értelembe véve nincs tánckal. Színészek táncoltak. Ennek a színháznak nincs nagy statisztériája, lehetősége, pénze. Alapvetően azt gondolom, hogy elsősorban azért, mert kis színpadról van szó. Tehát úgy fogtuk fel a játékot, hogy maga a nézőté, a nézők, azok a kabarénak a vendégei, nekik szól a show műsor és az előadás, és hát voltaképpen, amit én ezzel szerettem volna sugalni, mondani, az ember ugye mindig többet akar, mint sem egy darabot színpadra állítani, és akkor azt hallgassák a szép melódiákat, és nézzék a színészek játékát. Én mindig sokkal többet akarok, én nagyon szeretném azt a hátteret érzékeltetni, amin a nézőnek el kell gondolkodnia, és hogyha ez egy kis katartikus élmény lehetőségét biztosítja, itt azért voltak nagyon szép pillanatok a nagyszerű színészi játék következtében, akkor azért a néző az eltűnődik a történelmen. Eltűnődik azon, hogy ugyan ez egy múlt század 30-as éveiben, majdnem 100 évvel ezelőtt játszódó történet, 90 évvel ezelőtt, de bizony legyünk résen, ne ismétlődjék meg a történelem. Figyeljünk egymásra, figyeljünk az ártó és rontó folyamatokra, figyeljünk
figyeljünk azokra a kiszólásokra, azokra a jelenségekre, amire egy korban, ha nem figyelnek oda az emberek, akkor az a világ összezavarodhat, és nagyon bonyolultá válhat. Remélem, hogy ez a darab ezt a fajta katartikus felismerést pregnánsan tudja közvetíteni a közönségben. Hölgyeim és uraim! Hová tűntek a gondjai? Elfelejtették, én megmondtam. Nálunk az élet gyönyörű, a lányok gyönyörűek, sőt, még a zenekar is gyönyörű! Auf Wiedersehen, à bientôt.